Sziasztok, Luli vagyunk, itt vagyunk a barátomnak a tesójával, éppen tanulunk. Rább Szilvia vagyok. És most éppen tanulunk. A veszprémi állatkertről, meg a veszprémi nevezetességükről gyűjtött a Szilvia össze nekünk információkat. Miket gyűjtöttél össze, Szilvia? Hát a várról. Igen. És az állatkertről. Igen. Meg hogy itt mik vannak. Hát várról, állatkert, múzeum, templom. Nagyon szépek. És neked melyik a kedvenc állatod? A zsiráf. A zsiráf. Hú, matek. Igen, imádom. Szereted a matekot. Nekem az a kedvenc tantárgya. Matek. Igen. Hát én mindig béna voltam belőle. Na, ez a legbénább munkám. Hát mi ez így? Sos nincsen bénám. De. Nincsen béna minden. Ez mindegyik a te kis agyszüleményed, és ez nagyon jó. Jó, ezt láttunk, ugye? Igen, ezt. Képzeld el, amit rajzoltál nekem múltkor, azt kiraktam oda az asztalon, és magammal vittem a versenyem. Igen. És tovább jutottam, képzeld el. Na, az jó. Úgyhogy ott volt nálam szerencséként. Ez nagyon szép. Hát, nekem is kis lovacska. Igen. Hát ez? Ez a háti feladat volt. Hogy milyen a saktábla? Nem a saktábla, hanem a bábuk. Ja, bábuk. Ja. Hát, ennél mutassuk meg ezt a szép rajzot, mit rajzoltam ide. Ez egy kis lovacska. Nagyon gyönyörű rajzoltál. Köszönöm. Első forduló. Tovább jutottam a másodikba is. Tényleg? És akkor itt nyertek valamit, vagy mire? Igen, nyertem. Mit nyertél? Egy új könyvet. És elolvastad már? Igen, 600 oldal. Úristen. Elolvastad az egész? Egy hét alatt. De okos vagy. Imádok olvasni. Nagyon milyen. Hát ezt eladom, majd. Igen, de amúgy ezek a kedvenceim. Utcanapi vásáron. Van ilyen, hogy el lehet adni? Igen. És ezek is ilyen anyagok, nem? Igen. Ezt mind el fogod adni? Igen. Hát lehet itt utáni ilyen szívi karkötőire, ha szeretnétek. Gyönyörű munkák amúgy. De indiálálj. Ez jó. Ez jó? Na várjál, kössük a fejembe, gyere. Te kis indián leszek most. Kis indiánt játszunk. Képzeljétek el, hogy a mai napon megismerhettük a Szilvike tanulását, hogy mire készül az iskolába, illetve hogy lesz egy vásár, ahol ő el fogja adni a kis dolgait, amiket készített. Úgyhogy szurkoljunk neki, és ti is figyeltek el a vásárba megtekinteni, esetleg megvásárolunk Szilvike ajándékait. Köszönjük el, Szilvike! Sziasztok!